Bicske város képviselőtestülete augusztus 16-án rendes nyilvános ülést tartott a Városházán. Város első számú vezetője Bálint Istváné polgármesterasszony a jelenlévő 9 fővel határozatképesnek ítélte meg a testületet. Döntöttek az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. Utolsó 2023-as évről szóló beszámolójáról, tekintettel arra, hogy idéntől az országos mentőszolgálat látja el az ügyeleti feladatokat. Vételi szándéknyilatkozat hatására döntött a testület 2 darab önkormányzati ingatlan eladásának pályáztatásáról. Napirendi pont keretén belül a polgármesterasszony munkájának elismeréséért jutalmat állapított meg részére a képviselőtestület. Végül döntöttek a Bicskevárosi Óvoda alapítókiratának módosításáról, tekintettel arra, hogy az intézménynél a foglalkoztatás meghatározó jogszabály megváltozott.